Visszaérkezett hozzánk Frabato, akitől mindjárt megtudhatjuk, hogy milyen telefonok érkeztek. Nagyon sok telefon volt, három kimondottan rád érkezett, hogy egy férfi volt, ugyanaz a férfi háromszor szóval azóta. Nem kellett volna elmondani, hogy nincs kivel utazni, de ugye, az emberek egyszerűek, tehát az egyszerű dolgokat szeretik, nem avval foglalkozol, hogy a kocsit hogy véded, védelmi mechanizmusének, ez a ruha tetszik mindenkinek. Tehát van egy olyan utazó ruhám, mit tudok csinálni, hogyha nem az egészet mosom ki, csak van egy pólóm, vagy egy nagyon sok visszatérőkkel is egy bőrönd, van egy olyan neszeszer, amit mindig visz. És ezekre érkeztek különböző variációk, tehát előbb figyeltem, amikor jöttem be, amit mondtak, ilyen is volt. Tehát egy család, ahol a férfi vagy a nő kitalálja, hogy akár nem akar elutazni, mert igen, a cselekmény miatt. Ez egy nagyon érdekes, különben a férfi szempontjából lehet, hogy nagyon jó. Tehát lehet, hogy vele történt volna valami, most nem terrorcselekmény, hanem valami probléma. De nagyon jó, hogy ilyen összhangban vannak, hogy el tudnak menni külön is, nem az, hogy erőszakosan átviszik és beleerőltetik az utazáshoz. Tehát azt mondod, belül, hogyha mondjuk az egyik kifarol belőle, akkor lehet, hogy mondjuk abban nekünk támogatnunk kell. Nem tudjuk megmagyarázni miért, mert ugye nem tudjuk semmilyen racionális dolgokhoz kötni azt, hogy most miért nem utazik velünk, de el kell fogadnunk. Így van, ez az intuíción alapuló döntés, ez a legősibb és a legjobban működő dolog. Ehhez kell egy intelligencia a párkapcsolaton belül, hogy akkor úgymond kisebb-nagyobb veszekedések nélkül ezen túl tudjanak menni, ez nagyon fontos dolog. Akkor közben volt egy rékás telefon, és akkor utána esetleg milyen telefon érkezett? Utána kimondottan egy olyan hölgy volt, aki a gyerekeimet, tehát ez nagyon sok, hogy nem magunk miatt aggódunk az utazás, hanem kinnél, Londonba, akárhol, és hogy mikor jöjjön vissza, mikor menjen ki hozzá, és a gyerekkel mi lesz, fog-e történni az utazás alatt. Itt is meg lehet tervezni, itt könnyebben meg lehet tervezni az utazás időpontját, ez is egy visszatérő kérdés. Aztán megint jött a telefon, ugye, rád, de érdekes volt a pasi, tehát mondtam, hogy itt keressen téged, itt fog elérni, nem tudok segíteni, lehet, hogy nem fog jönni. Vagy engem keressen meg, és én nyugodtan. Rád nem, te nem voltál most olyan kelendő, de tényleg, halál komoly, ugyanaz a pasi, szerintem egyfolytában, most kikapcsoltam, egyfolytában nyomta a telefon. Jó, hát... Hát erre nem tudsz mit mondani. Nem, igen. Hát, szerintem is különben visszatérve az a legjobb praktika, amit elmondtál, hogy ez az utazós ruha, az ne legyen kimosva, és akkor ezzel talán okhatjuk egy kicsit magunkat. Mindenkinek a személyes kis rituáliát meg kell tartania. Meg kell tartania. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Most pedig nálunk